Csá! Csá! Megkértem a nézőimet, hogy elküldjék a legrandomabb, legérdekesebb, legritkább, legfurcsább, bármilyen ilyen érdekes jelzővel ellátható tárgyaikat, amik otthon vannak nekik. Szóval nézzük meg! Ez mi? Ez egy WC-papír. Ezt tudom mi? Dohány. Na várjál! Drogozik. Nem, egy pillanatra azt hittem, hogy ez az, amiben úgy vizet raknak, és így belefújsz, és akkor tudod ilyen... Drogpipa. Ja. Hol készült? Ez a plafonra rakta fel Pikachut? Ez valami nagyon elátkozott kép. De köszönjük szépen, jó, hogy van Pikachu, ami nekem nincsen. Szerinted vissza fog jönni most? Micsoda? Télen. Amúgy ez tényleg egy kinyomtatott kép a papítóról, nem? Ez fantasztikus. Nekem volt ilyenem szerintem. Hülye, ez egy izi. Ez a saját készítésű ilyen játékroller. Ez egy roller. Hát amúgy úgy néz ki. Szerintem az csak a kerék levaradt, mert mindig nem állt, de hogy... De az ez az igazán érdekes, bassz. A buszjegy, na az mondjuk 2023-as. 945 forint, tehát inkább sétáltam volna. Ez! Grész. Láttam TikTokon, hogy ez egy ilyen szar, ez egy ilyen gumicuc. 500 méterről ledobod, mert minden meg rátaposol, és így sosem nem szakad szét, és így csak így ledobod, és így... És szétplottyan az egész, de mindig visszanyeri a formáját, ez menő cucc. Én azt hittem, hogy ez Grimace a McDonald's kobalája, csak az lila. Ez Limited egy... Edition, premium. Nem, tesó, ez egy, egy kártya. Írjátok már meg kommentbe, hogy ez drága vagy különleges. Én régebben gyűjtöttem focis kártyát, és Messi, vagy nem is tudom, nem biztos, hogy Messi volt, de argentin volt. Ez menő. Jól néz ki. What? Ez egy husky? Ez egy poró. Ez egy poró a LOL-ból. Te jó vörös, ez csorónak a szeme. Ez valami tud nem stimmel. Ez a nagy verziója, amit már láttunk. Hát igen, ez már egy rendes persely. De ez egy plüss persely, te jó. Ez biztos, hogy porcelán. Egy rothadt banán? Faszokkal rárajzolva? Na, ez tényleg vicces. Nem mondod. És ezt te vagy. Ezt nem hiszem el, hogy az övé. Ez nagyon elátkozott. Aj, de képzeld el, hogy alszol, éjszaka pont a holdnak a fény így megvillantja, és ezt látod a sarokba. Oh. Ez menő. Ez vagány, ilyen legó, csak nem nézzük ilyen legó, ha ez még működik is valahogy, de mondjuk nem tudom, mit jön neki. Opa, azért 50 dollárt is? Ez mi? Hát egy random dolog, figyelj, amúgy... De mi viszik kell egy milyen vagyok? Ezt így a színházba lehet így fizetni, ez mi? De akkor értéke nincsen. Nincsen, semmiképpen. Egy kaliforniai rendszám. Ez is menő. Ez valóban egyébként egy rendszám, vagy csak elkészített? Szerintem ő csinálta. Ez nagyon hitelesen, hogy pont olyan kidomborodva egy videót kaptunk. Ez jó pofa, nem mi? Ez nagyon, ez ilyen állokkot bemúrják. Milyen arany már? Ja, ez menő. What? Ez ilyen limited edition? Te ezzel meg lehet megkérni a kezét valakinek. Terminátor filmből van. Ez egy lőszer, tesó! És ez amúgy használtnak tűnik, tehát ez egy real szerint. Igen, mert le van jövő a teteje, mert az alatt kéne, hogy legyen a lőszer, vagy a puskapor. Igen. Ez menő. De jó, néz ki. Hát a legnagyobbat talán ki tudnám rakni. Ez is kisebb, mint az alap. Viszont itt ez a másik, vagy a harmadik, meg a legkönnyebb szerintem. Mert... Hát az 2x2-es. Ja. A többi az 3x3-szor, az érdekes. Ez a hajó, ez menő. Ez menő. Erre nem mondtad, hogy nem menő. De nem is tudom, hogy ilyet lehet rakni videóba. Ez ezeket tipikus ilyen piacon izébe lehet rakni, amúgy megkapni. Bár ez egy társas játék. Oh, na jó, ez menő. Ez egy vagány gyerek. Na, hogy nem menő a szerencsejáték, de ez menő, hogy van a szobád be. Érted? Ez menő. Ez mennyi munka lehetett? Jó. Ja. De egyébként ilyen instrukció erre van vajon? Vagy ezt csak így random megcsinálod? Ne, szerintem van is, de magától is. Tehát, hogy látszik rajta, hogy ezt ő csinálta. Lehet egy csirke, lehet sok csirke. Minden, ez művészet, amit benne látsz. Ó. Egy szlőpkanna van a szobájában, tesó! Ez egy ilyen automata, de hogy ez hogy van ilyenjük? Bármikor meg akarsz egy új labdát, akkor csak bedobod a pénzt. Kettő különleges pénzérme és azok digitális tulajdoni joga. Ezt nem tudom, hogy mire utal, vagy milyen esemény az őszintén. Különleges ilyen emléktárgy, vagy akár nagy értéke is lehet. Aztán... What? De mi ez? Ez rá van rakva. Ez ilyen papítos toltartó lenne? Ja, de ez Photoshop. Na. Szerintem, én nem értek hozzá pontosan, de nem a kezébe kéne, hogy legyen. Micsoda bulking reggeli, tesó. Egyre látkozottabb dolgoknak, és ez egy küllő a végén. Szuper, egy mini küllő. Nem gondolunk bele abba, hogy tényleg miért lenne ilyen valakinek. És így ránézzel, és így... Why? Nem, miért nem dobott ki? Mert be tudod küldeni valamit a videóra. Ja, igen. Valami kép után kidobta. Erre a pillanatra vártuk. Most, hogy már reagáltok, rá kidobhatjátok ezeket. De azért voltak rendkívül király meg meglepő dolgok. Nekem az a Lego pisztoly tetszett a legjobban. Neked mi a legrandomabb dolgod? Ezt tudod? Nekem van. Van, amiről tudok. Nem tudom, nekem nincs. Nekem van egy ilyen vasdobó csillagom.
ami volt egy várnál, tudod, szoktak lenni ezek a középkori előadások, és ott egy csávó úgy megküldte, hogy átesett a várfalon. Átmásztunk érte, aztán meglett, és nem adtuk vissza nekik. Hát köszi szépen, hogy beküldtétek ezeket. Egy lomtalanítást majd lehet, hogy végezni kéne néha, de voltak vagány dolgok. Köszi a figyelmet, iratkozzatok fel. Csá! Csá!